Tears. Csak a villanyóra számolja, hogy percenként mennyit állsz. Én azért tartottam jó ötletnek, hogy ne csak én énekeljek, mert nagyobb teret adhatok így a dalokon belül a szabadságnak, a tehetségnek, a fantáziának, és egyszerűen több a játéktér, nagyobb a játéktér, több dolgot lehet megvalósítani, sokkal színesebb lesz a dolog. A Dorin egyébként nagyon régóta így alkotótásként mellettem van. Már nem tudom, több mint 10 éve. Igen, igen, igen. És aztán tavaly jött a zseniális ötlete a Szilárdnak, hogy vegyük már be a Flórát meg a Barbit, és mondtam, hogy ez állati jó ötlet, és olyan jó csapat kerekedett ebből, olyanok vagyunk, mint egy kis család. Itt telik ez a nap, és szeretek csendben várni rád, várni rád. Ha mondjuk jön egy demo ötlet, amit átküld a Szilárd, akkor akinek éppen kedve van rá, vagy ötlete, akkor ő írja rá a fő témát, és akkor ez így mindig változik a csapaton belül. Van, amikor főhős vagy, van, amikor vokálozol, támogatod a másikat, szóval nagyon jó ilyen munkamegosztás van. Eldobolom az ágyam szélén, hogy milyen jó nekem semmi vész. Eljárom az öröm táncom, napi rutin ez is a kedvenc rész. Tavaly élesztettem újra ezt a kis zenekarosdit, a sajátot legalábbis, mert hogy sok éven keresztül csak időnként adtam ki dalokat, és nem nagyon voltak élő fellépések. Végre megvan az ember, aki szervez, és nagyon ügyesen szervez, úgyhogy ebben az évben már most annyi koncert van benne a naptáromban, amin az elmúlt 10 évben nem volt szerintem. Just another day when you realize you're not so wise to give me advice. Az én ötletem volt az, hogy ez egy ágyban forogjon le ez a klip. Utána mondták is a csajok, hogy ez mennyire állati ötlet volt, hogy végül is feküdtünk egész nap. A Szilárddal közösen alkottuk meg a számot, és egy ilyen flagma hangulata van az egésznek. Imádjuk mai napig Amy Winehouse-t, úgyhogy nagyon nagy hatás. A zenei alap az nagyon meghatározó volt ebből a szempontból, és az énekdalam meg így született meg rá. Úgyhogy igen, lehet, hogy van egy kicsi áthallás ebben.